Köszöntöm nézőnket, és köszöntöm Huba Imrét, a Jászlókonszolnok megyei közgyűlés elnökét. Köszönöm, elnök úr, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó napot kívánok, és én is köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves tévénézőket is. Elkezdődtek azok a pályázati előkészítések, amelyek a következő 7 évünket fogják meghatározni, mind EU-s forrásként és kormányzati támogatásként is. Körvonalozódnak-e már nagyon a támpontok, és mondjuk a térségünkre mi lesz a jellemző, miben fogunk tovább fejlődni, vagy mire próbálunk pályázatokat keresni? Mi nagyon komoly hangsúlyt fektettünk a fenntarthatóságra, a környezeti, természeti értékeinkkel való felelős gazdálkodásra, és a 2021-2027 közé kidolgozott programjainkból szerencsére már az elmúlt évben el tudtunk kezdeni néhányat megvalósítani. Ez a környezetvédelmet érintő szennyvízkezelés, szennyvíztisztítók rekonstrukciója, szennyvízhálózatok bővítése, valamint a belvízelvezető rendszereknek a szétválasztása és a települési csapadékvíz kivezetése egy olyan tározó rendszerben, ami lehetővé teszi a felszíni vizek visszatartását is, és első lépcsőben helyben próbálja tartani a települési csapadékvizet, nem akar tőle megszabadulni a megye feltétlenül, és csak a fölösleget szeretnénk levezetni a Tiszába. Ezek mellett folytatódtak az óvoda és bölcsőde felújítások, folytatódtak az iskola megújítások és az önkormányzatok energetikai hatékonyságot szolgáló intézkedései, beruházásai, és ezeket tudjuk most új lendülettel a kormány tegnapi bejelentését követően. Pénzügyminiszter úr, Varga Mihály pénzügyminiszter úr tegnap jelentette be, hogy a mi megyénket is érintő területi és települési operatív program plusz, tehát a TOP plusz, a tegnapi naptól társadalmasítás alatt áll, és miután a véleményezés lehetőség és társadalmasítás lezárul, ez nagyjából 10 nap, megindulhat a pályázatok előkészítése, és nagyon bízunk benne, hogy még az idei évben, tehát október végén, november elején kiírhatóak lesznek az önkormányzatok számára azok a források, amiből folytathatják az eddig megkezdett munkát. És ahol nem volt elegendő az előző ciklus kerete, ott most egy második ütemmel, adott esetben egy harmadik ütemmel gazdagodhat a település, és azt is látjuk, hogy erre fölkészültek a pályázatírók, a megye is fölkészült, 42 projekt elkészítésére tettünk vállalást, és azt szeretnénk, hogyha az önkormányzatok és az építőipar számára egy folyamatos kapcsolatot jelentene, és az építőipari kapacitásokon keresztül a munkahelyek megőrzésére és a gazdaság érénkülésére, a jövedelmek stabilizációjára is lehetőséget nyújtana ez a program. Ez számunkra nem csak azért fontos, mert függen ettől a megye gazdasági mutatói, vagy akár az önkormányzatok versenyképessége, és az, hogy az önkormányzat mitől lehet versenyképes, attól, hogy vonzóbb a befektetők számára, attól, hogy vonzóbb a fiatalok számára, attól, hogy az oktatási intézmények mettelnek gyermekekkel, attól, hogy az önkormányzatok jövőképe kristálytisztán kirajzolódhat, és abban nem csak a fejlődésnek, hanem egy stabil belső kohézió megteremtésének is lesz lehetősége, hiszen a fiataloknak és a velük együtt érkező ifjú generációknak nagyon fontos az, hogy legyen béke, legyen nyugalom egy településen, és ezek a fejlesztések, ezek kielégítik azokat a társadalmi igényeket, amik ahhoz szükségesek, hogy nyugodt, békés fejlődés jellemezze minden Jászlókonszolnok megyei települést, és különösen nagyon fontos számunkra a Nagykunság, hiszen a lemaradás adott esetben az infrastruktúrában, vagy az utakban, akár a közszolgáltatások minőségében az önkormányzatok épületeinek, önkormányzati épületek korszerűségében egy olyan képet mutatott az elmúlt időszakban, ami mindenféleképpen külön figyelmet igényelt, és ebben a kormányzat támogatta az általunk lerakott alapokat, általunk lerakott programot. Megkaptuk azt a lehetőséget, hogy az ország 9 megyéje között az egyik Jász-Nagykunszolnok megye legyen, amelyik időben indíthatja a programját, és így a fejlesztési ciklusokon átívelő forrásfelhasználás folyamatos tud maradni. Nem fognak érzékeny sem az önkormányzatok, sem a lakosság szakadékokat, vagy olyan éles vonalakat, ami elválasztaná az egyik ciklust a másiktól, hiszen rendkívül sok pozitív tapasztalatot szereztünk az előző időszakban, felállt az intézményrendszer, ebben a megyei önkormányzatok külön figyelmet kaptak, és a megyei önkormányzatok fogják azokat a projekteket bírálni egyik szereplőként, amit később aztán a pénzügyminisztérium és a kormánnyal közösen támogatottan tudunk ítélni.
Én emlékszem, hogy a most leköszönő 7 éves ciklusban is több alkalommal egyeztettek a térség önkormányzatival éppen amiatt, hogy legyenek párhuzamos fejlesztések, és egymásra épülőek legyenek ezek a fejlesztések. Itt az előbb már volt erre példa, mondjuk a kerékpárút összekötése, de biztos, hogy most is lesznek ilyenek. Mit tart a legfontosabb feladatnak, mi az a legnagyobb, amivel talán itt a térségünket kezdeni kellene? Én mindenképpen a csapadékvízelvezetést mondanám, hiszen eléggé mély fekvésű terület a Nagykunság, és a nagykunsági adottságokból, és például a karcagjak emlékeiben érinken élnek azok az évek 2004-2005, de akár 2014-15-öt is mondhatnám, amik olyan belvizesek voltak, hogy szó szerint úsztak a porták a bokányi vagy lábszár középkérő belvízben, csapadékvízben, és nagyon fontos, hogy ezeknek a csapadékvízelvezető rendszereknek alakítsuk ki azt a rendszerét, ami biztonságossá és hatékonyá teszi a működésüket. Ugyanez vonatkozik a szennyvíz és a csapadékvíz összevezetésére, hogy ezeket párhuzamossá kell tenni, szét kell őket választani, hiszen a szennyvíz tisztítóink lassan olyan terhelésnek vannak kitéve, mert képtelenek betölteni a szűrők az eredeti funkciójukat, és bizony előfordulhat, hogy olyan minőségű szennyvíz, vagy tisztított szennyvíz távozik a szennyvíztisztítóról, ami akár a felszíni befogadóba kikerülve környezeti károkat, ökológiai katasztrófát is okozhat. Nagyon fontos számunkra a megye gazdaságát is érintő útfelújítások folytatása, és ez nem csak külterületen, hanem belterületen is. El tudtuk kérni, hogy a megye több mint 7 milliárd forintból tud belterületi utak felújítására költeni, és nagyjából ugyanennyit majd a kerékpárutak megépítésére is, amihez külön az aktív és ökoturisztikával foglalkozó kormánybiztossától, Révész Máriusz kormánybiztos úrtól kapott a megye olyan lehetőséget, olyan forrásokat, amivel a kerékpárutak fejlesztésére is külön forrást tudunk majd biztosítani. És itt szeretném megemlíteni azt, hogy a TOP Plusz gazdagodik az aktív és ökoturisztikára szállható forrásokkal, ez országosan 64 milliárd forint. Nem tudjuk még, hogy milyen ritmusban és hogy milyen technikával csatlakozik a TOP Pluszhoz, de az biztos, hogy a TOP Plusz egyik függeléke lesz az aktív és ökoturisztikát szolgáló források mintegy 64 milliárd forintja, és ebben szintén a megyei önkormányzatnak és az önkormányzatok eddig benyújtott aktív és ökoturisztikához kapcsolódó fejlesztésének, ez kerékpárút elsősorban, vagy olyan szabadidős tevékenységek és aktív kikapcsolódás szolgáló beruházások, amiket kifejezetten ilyen célra szánt és ilyen célra elszámolható forrásokból fog tudni a megye és az önkormányzatok felhasználni. Hát reméljük akkor a tervezési időszaka után akkor jönnek a konkrét projektek, és beszámolhatunk majd arról, hogy itt is több 10 milliárd sikeres EU-s és kormányzati forrás sikerült a Nagykunságra és térségünkre elnyerni és megvalósítani ezeket a beruházásokat. Én jó munkát kívánok Önöknek ehhez, sok pénzt nekünk, sikeres pályázatokat, nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen.